Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás november 10-éig. Sokan kérdezték, hogy érinte bennünket az árvíz, és köszönöm szépen, hogy ilyen érdeklődés van, és rákérdeztetek. Hát Spanyolországban tényleg árvíz van, és Mallorca szigete Spanyolországhoz tartozunk. Itt is sok eső esett, de ilyen katasztrófa nem volt nálunk. Holott el kell mondanom, hogy itt a házunkban víz alatt volt minden az esőzések miatt. Ez abból adódik, hogy itt a házak nem úgy vannak szigetelve, mint Magyarországon, de nem szokott gyakran esni. Tehát évente egyszer van egy ilyen esős időszak, többnyire októberben, de az idén nagyon sok eső volt, augusztusban is, szeptemberben is, meg most így a napokban is olyan viharos volt az idő, úgyhogy kicsit megváltozott az időjárás, de ilyen nagy katasztrófa nem volt. Hát a házunk az víz alatt volt, de kisöpörtük, úgyhogy megszáradt aztán itt minden. Ami érezhető volt, hiszen ma vásárolni voltunk, hogy nincs olyan sok áru, és ez összefügg az árvízzel, mert nem szállítanak árut most Spanyolországból ide a szigetre. Tehát ez érezhető volt. És most megnézzük, hogy mi történik jövő héten, a hétfői nap. A hétfői nap fölött a hold uralkodik. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt van ez a nagy medve. Ez jelentheti a te életerődet, hogy most be tudod bizonyítani magadat. Ez az erő, ez lehet a belső erő is, hogy most megvan a hited abban, hogy amit tervezel, azt meg tudod valósítani. Amit ez a medve még jelenthet egy személy, aki nagyon erős, akinek hatalma van, vagy megpróbál uralkodni fölötted. Ez lehet egy nő, lehet egy férfi is, például valaki a családból, vagy a társad ilyen, vagy lehet a főnököd, a főnöknőd is, és ebben a helyzetben neked is be kell bizonyítani magadat, vagy védeni kell magadat. Kedden a hold a kígyó tartó csillagképben mozog, aminek van gyógyító hatása. Érdekes az, hogy ez a csillagkép az ekliptikán van, ugyanúgy, mint a 12 jegy. De nem tartozik ezekhez a jegyekhez. Nem tudom, hogy miért, mert ez lenne a 13. Pedig az ekliptikán van. Ennek van egy gyógyító hatása, hiszen a klasszikus görög mitológiában ez a kígyó tartó nem más, mint Asklépiosz, az égi orvos, és a kezében van két kígyó. Ezt ismerjük, hiszen a gyógyszertáraknál is látható ez a két kígyó, tehát szimbolizálja a gyógyító erőt, és megvan most arra a lehetőség kedden, hiszen a hold ebben a csillagképben van, hogy legyen gyógyító erő, vagy ha ezen a területen dolgozol, akkor lehetnek változások. A keddi nap felett Mars bolygó uralkodik, és megnézzük, hogy még mi történik ezen a napon. Itt van a kereszt, ami szintén az a hitedet erősíti, higgy abban, hogy az, amit tervezel, megvalósul. Ez a kereszt utalhat vallási témákra is. Azon kívül jelenthet egy fontos találkozást, amikor a sors utatok kereszteződik, vagy jelent döntéseket.
hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Persze, lehet, hogy ezt a döntést nem te hozod, hanem valaki a környezetedben, de kihat rád is. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik. Itt látható a virágcsokor, ez jelenti a te szépségedet, a nőiességedet, egy szép környezetet, vagy azt is jelentheti, hogy megszépítesz valamit, lehet kerti munka, vagy a lakásban, lehet egy meghívás, vagy lehet egy ajándék is. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Itt megjelenik ez a torony, aminek nagyon sok jelentősége van. Egyrészt utalhat arra, hogy szeretnél valamit megnagyobbítani. Vagy tudatában vagy a saját nagyságoddal. Ez lehet egy személy, aki magas és sovány. Ez lehet egy hivatalos dolog, egy nagyobb épület, mint például iskola vagy kórház, de lehet egy bírósági ügy is. Néha azt jelenti ez a torony, hogy benne érzed magadat ebben a toronyban, egy szűkös helyzetben, és keresel egy kiutat, keresel egy megoldást, hiszen itt a toronyban nem érzed jól magadat. Ez lehet a munkahely, ez lehet a lakhely, ez lehet még egy párkapcsolat. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik. Itt van a könyv, ez jelenthet tudást, továbbképzést, az is lehet, hogy valaki ajándékoz neked egy könyvet, vagy egy könyv most fontos lehet számodra, de ez a könyv jelentheti a zárkózottságot is, hogy légy kicsit zárkózott, vagy azt is jelentheti, hogy van valaki a környezetedben, aki nem beszél veled, visszahúzódó, zárkózó, sőt, néha úgy gondolod, hogy eltitkol előled valamit. Itt megjelenik a park, ez jelentheti szombaton, a szombati napon a természetet, vagy kirándulást, de jelenti a nyilvánosságot is, hogy összefutsz valakivel a nyilvánosságon, vagy te vagy a nyilvánosságon, hogy mások észrevesznek téged. Az is lehet, hogy valaki eddig zárkózott, volt veled szemben, és most nyitottabb lesz. A szombati nap felett Szaturnusz bolygó uralkodik. Ezen a napon lesz egy belső feszültség, lesznek korlátozások. Az is lehet, hogy valakivel találkozol a nyilvánosságon, és ez a találkozás nem lesz túl kellemes. Itt középen a nap szimbóluma van, és a nap uralkodik vasárnap felett. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt a lilium virág látható, és jelenti a tisztaságot, tiszta gondolatokat, tiszta érzelmeket, vagy hogy tisztázódik valami köztetek. A lilium virág a lenormált kártyáknál jelenti néha a szexuális témákat, és lehet, hogy erről kellene beszélni, vagy nyitott lenni ezekre a témákra, vagy valaki közeledik hozzád, és keresi veled a testi kapcsolatod. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!